Kedves elvtársak, barátaink, fesztiválozók, megint eljött a Horányi Fesztivál ideje. 5. alkalommal tartunk ilyen nyári fesztivált, és immár hagyományos fesztiválunk, hagyományos résztvevője, egyik legkiemelkedő programpontja ennek a fesztiválnak, Moldova György, elvtársunk. Sok szeretettel köszöntünk, mint hallod, és nagyon örülünk annak, hogy a tavalyi fórum után, mert ezen a fórumon jelentetted be, hogy azt tervezed, hogy egy riportkönyv sorozatot tervezel a nyugdíjasokról, és itt nagyon nagy tapsot kapott ez a terv. Bejelenthetjük azt, hogy hát ez nem, bár nem csak tervez tény, sőt, a riportkönyv első fejezet után a második kötet, vagy első kötet, a második kötet is megjelent, ezen a héten, augusztus 21-én. És a mai fórum első számú és kiemelt témája természetesen ez a riportkönyv sorozat, az eddigiek, tapasztalatok, esetleges jövőbeni tervek, egyáltalán a nyugdíjasok helyzete Magyarországon. Tiéd a szó. Hát köszönöm, hogy eljöttek, és tulajdonképpen majdnem mindent elmondtam már erről. Utoljára szerdán voltam a Rónai Egonnal, és nála azt kezdtem mondani, hogy amikor én másfél évvel ezelőtt elkezdtem ezt a munkát, azóta ez a téma egyre inkább a politika központjába került. Én azt hittem, őszintén szólva, hogy bár egyedül kezdtem el, és néhány baloldali ember támogatását bírtam csak, minden más anyagiak megbízás, semmi hasonló, azóta sem, és Moldovánétól szoktam néha pénzt kérni. És hát annyi van, hogy azt hittem, hogy majd főzárkozik valamelyik társadalmi testület, párt, stb. És most elő is jön a nyugdíjasoknak az ügye, csak nem a nyugdíjasok ügye, hanem a politikája. Voltak éppen nem a nyugdíjasokról van szó, az MSZP, a Fidesz, a Jobbik, stb. Vitájában, hanem az a lényeg, hogy szígyek a többi pártnak a nyugdíjas politikáját. És akkor azok válaszolnak, akkor megint szidják, megint válaszolnak. Szóval teljes nem törődömség van, ehhez nem is kell nyugdíjas. Szóval ez a vita megy, magától politizálnak. Na mostan, hát sokat nem is nagyon várok, hogy ez hogy lesz. A munka az nem tudom, szóval amikor elkezdtem, tudtam, hogy nehéz lesz, de hát mégis most a 84-ben vagyok, és hát ez egy napi 12 órai meló, aztán meg is kell írni valahogy, és bizony, hát estem össze most is. Csepelen voltunk, Háros-szigeten, és 42 fok volt, és nem volt víz, semmi, és hát 8 kilométerre sétál, aztán egyszer csak úgy
besötétült, és volt egy jó nagy tócsa, beleestem. Hát ingem, gatyám mondjuk sáros lett, egyetlen szerencsém van a jegyzett blokkom. Azt így ki tudtam dobni, mert 4 napi munkám van ott lefektetve. Na mostan hát azóta, hát nem tudom, 15 városban voltam, mostan éppen Csepelen, ahol az a fejezet címe, hogy narancsszínű Csepel. Vörös Csepelről nem beszélhetünk. Tudnék, nem hiszem, hogy túlzó a cím, mert mindent elfoglalt a Fidesz. Szóval van egy polgármester, alpolgármester, a két képviselő közül az egyik együttes, a másik pedig hát a szeretett barátunk Németh Szilárd. Na mostan miket csinálnak? Hát például van egy csodálatos kulturális létesítmény, a Csepeli Munkás Otthon. Nem tudom, tetszettek-e járni? Hát valaha munkások adták össze a pénzt a megépítésre, téglajegyekkel, meg hasonlókkal, és hát mindig is a vasas szakszervezethez tartozott, aztán a rendszerváltás után pedig 10 üzem állt össze, és csináltak egy alapítványt, amiből fönntartják a termet. Na mostan ezt el akarják venni. Németh Szilárdék, és hát van finom eszközökkel, elvették az állami támogatásukat, elvették az önkormányzati támogatásukat, mindent. Ott állnak egy fillér nélkül, terembérből jön csak némi pénz, amit kiadnak ide-oda, és azt mondja nekem a Nagy Jóska, az alapítványnak a vezetője, hogy ott tartunk, hogy télen nem lesz miből fűtenünk. Akkor hát a másik nagy ötlete volt a Németh Szilárdnak, a szegények temetője. Tetszenek emlékezni rá? Na most, igen, hát az, hogy nem temetés van, hanem majd a rokonok úgy elkaparják valahogy a halottjukat, és hát ő majd kiássák a sírokat, és mit tudom én. És én még javasoltam, hogy volna egy még költségkímélőbb módszer, a öntemetőkészülék. Halott, benyom egy gombot, vagy benyomnak egy gombot, és eltemeti a halottat. Mindenki ez a sok franc, hát szóval nincs szükség luxusra. De hát minden tekintetben, ugyanakkor, ami Komlónál és Óznál is alapvető szempont volt, hogy ezek az emberek valahogy jól éltek. Hát a Rákosi Mátyás művekbe, meg aztán a Csepel vas és fém művekbe, ott jól kerestek az emberek. És most meg egy eltűnt. Szóval olyat nem láttak, mint a csepeli műveknek a helye. Egy olyan mennyi lehet, egy olyan 4-5 négyzetkilométer a terület, és 850 cég működik rajta. 850, 5000 emberrel. És a dolog reménytelen, nem is lesz más, mert fertőzött a terület. Hosszú évtizedeken keresztül oda lerakták a téklákat, a hulladékot, minden hasonlót, és ahhoz, hogy valamit lehessen kezdeni, 1 méter mélyen ki kéne cserélni a teljes talajt, amit hát nem fognak megcsinálni. Na mostan az egész dolog, van olyan mérvű elszegényedés van Csepelen, amit megmondom, hogy szintén meglepett, hogy megyünk ki a hévvel a Szent Imre tér előtt, jobbra vannak ilyen régi házak, olyan kis kunyhók inkább. És mikor valaki végigkísért, akkor kérdezte, hogy mit akarok ott látni, mondtam, ezt. És oda mentünk, üres telkek, és mondtam, hogy ez a telek, ez kié, mié. Aztán mondják, hogy a csepeli önkormányzat, már a fideszes önkormányzat, ez adta a zsidó hitközségnek zsinagóga céljaira. Volt Csepelen templom, és de hát ugye az ugrott, és ezt adták, és ki is jött az izraeli nagykövet, a főrabbi, mindenki kijött, fölszentelték, lerakták az alapkövet, stb. Ez volt
6 éve. Azóta annyi történt, hogy 3 teherautó téglát kihoztam, aztán leborították ott a telek végébe. Mondom, hát most mennyi zsidó van Cseppen? Hát ő nem tudja, mondja a kísérőm, talán olyan a háború előtt volt a 5-600, de hát alig jöttek vissza. Cseppel a deportálás alá esett, mert akkor még nem tartozott Pesthez, mint Újpest is ugyanez volt. És aztán mondom, és most mi van? Hát azt mondja, Erzsébeten van egy imaház, az Soroksári, Csepel és Erzsébeti együtt, és hát mondom, jó, kimentem, megnéztem. Egy péntek este, akkor összegyűltek a népek, és egy Borbé műhelybe alakítottak egy imaházat. Nagyon rendesen berendezték, tehát van nagy nyomor, és ott van a régi erzsébeti zsinagóga, egy királyi épület, de hát az a képcsarnokvállalat raktára lett. Valamire használni kell. Na mostan a legszegényebb része Csepelnek, a déli része, a hárosi terület, ahol el nem képzelhető nyomorúság van. Mi nincs. Nincs út. Valaha régen volt egy ilyen bevont zúzalék, tetszett az a kátányos zúzalék, azzal volt leterítve, az már régen elsüppett, néhány helyen kiszórnak egy-két talicska homokot, vagy mit tudom én, hogy legalább az ő házuk előtt rendben legyen, akkor nincs víz. Hidrofor van. A polgármester Borbé Lénát, igen, fideszes persze, az közölte, hogy 22 új vízvételi lehetőség lesz a hároson. Ez azt jelenti, hogy nem új kut, hanem a tűzoltó kutakra adtak ilyen szerszámokat, amivel azt onnan lehet venni vizet. Szóval ez is egy megoldás, de hát az, hogy ezekre a helyekre hogy jön be tűzoltó, rendőr, mentő, nem tudom. Akkor mi nincs még? Víz. Volt. Egy sehol. Egy van, mennyi ember lett, ott 10 000, biztos, annál csak több. Azok nincs bolt, nincs kocsma. Hát, hogy a kocsma milyen kár, hogy nincs, hát azt tetszenek tudni, a falut a szégen úgy határozták meg, hogy a két kocsma közti távolság. És hát itt semmi, hát ott ezt mondom, beestem a víz, szerettem volna egy pohár vizet nyista. Hát mi van? Van helyette egy olyan tömeg, amelyik nincs bejelentve. Építkeznének, de nem engedi a önkormányzat, átminősítették az egész területet szántóföldé, és így nem lehet építkezni rajta. Hát... Tessék? Jó, közel. Jó. Szóval ez a vidék, ez teljesen reménytelen, és egész Csepelen nincs semmi, amit megakadna a szem. Ami a nyomorult az egészbe az, hogy ezzel együtt Csepel jobboldalivá vált. Semmi okok nincs rá, a Fidesz nem kapta. Miket csinált a Fidesz? Olyanokat, hogy sétányokat, emléktáblákkal, mindenfélével, a magyar együttműködés, a magyar léleknek, mint külön szobor, és olyan emléktábla van, hogy Szolzsenyicin, a gulágos Szolzsenyicin, hogy ennek mi köze van Csepelhez, én nem tudom. Sosem jártott. Tessék? Sosem jártott. Igen. Szolzs kötődés, mert sosem jártott. Igen, hát így, körülbelül én is hívek a gulággal. Szóval, hát ezekbe járnak el, és hát happolnak. Még azt se lehet mondani, hogy nagyon reúzálnának, mert kérdeztem, hogy ki a leggazdagabb ember Csepelen. Aztán mondják, hogy azt nem tudják, hogy most, de régen egy Fekete nevű cukrász volt, akinek a Kádár rendszerben sem Mercedes-e, hanem Lincoln
gépkocsia volt, most ő is eljutott odáig, hogy van egy kis skócerája, ahol mint a baga méri a fagylaltját, maga méri, és lassan úgy eltűnnek. Akkor olyanok vannak, hogy játszóterek, de hát nem egy normális játszótér, például az egyiken egy hatalmas kalózhajó van építve, 100 milliókból. Akkor a nyugdíjasok mit kapnak? Hát azt mondja, hogy kapnak ingyenes bérletet, 8 alkalomra szólott a sóbarlangba. Maraiziai só, természetesen sótégla, sótörmelék, és ingyen bemetnek. Azt kérdezem is, ha meg kéne venniük, akkor mennyibe kerülne? Azt mondják, hát 2500 forint. Mondom, hogy ezek a jól menő nyugdíjasok, ezek nem tudnak kifizetni 2500-at. Hát aztán ez van, akkor mi van még? Hát van egy csomó nyugdíjas klub, de hát ezek ugyanolyanok, mint a többi. Szóval a Fidesz nem fél a nyugdíjasoktól. Azoktól fél, akik ki tudnak vonulni az utcára. Munkások, stb. A nyugdíjasok, a tanárok, az egészségügyi dolgozók, ez a betegek, azok nem fognak kimenni. Tehát vénebbre már kár a korpa, mondják magukba, és nem törődnek velük. Na most ehhez megtalálták a maguk partnereit, a politikai szervezetek és a nyugdíjszervezetek személyében. Hát a politikai szervezetek, azt említettem, hogy azzal törődnek, hogy egymásnak a politikáját kifogásolják. A nyugdíjasok pedig hát ugye réges-régen nem a nyugdíjasok érdekei képviselik. Hatalmas lélekszámba tagságok van, 120-140 ezer némelyiknek, de az összes programjuk az olyasmi magyar nóta est, akkor keresztrejtvényfejtő verseny, szeniorok tánca. Szóval most kérdem tőlük, hogy a politika hogy áll? Hát azt mondják, ők két dolgot nem engednek. Az egyik az, hogy politizáljanak már a klubba bent, a másik pedig az, hogy a betegségükről beszéljenek, mert ugye érezzék magukat jól, és hát ugye élvezzék a helyzetet. Na mostan ez változatom tart, most szerdán volt a tévében reggel egy nyilatkozat, a Jankovics Györgyi, a NYOSZ-nak a elnöknője mondta, hogy ők nem állnak be egyik politikai párt mögé sem, ők ugye így meg úgy. Hát azok az világos, tudnék, ők különösen közhasznú szervezetnek minősülnek, és ezért bizony nem 20 fillért kapnak, viszont ha politikai lépéseket tesznek, nyitnak valami párt felé, akkor ugrik. Hát. Nem nyitnak. És most is mondom, hogy Györgyi ezt mondta, hogy ők nem. Hát így voltak éppen nem tudni, vagy azt hiszem, hogy tudni, hogy mi lesz a választásokon. A nyugdíjasoknak szerintem, sajnos azt kell mondani, most sincs több érzékük ahhoz, hogy a önsorsukon változtassanak. Szóval meg fogják kérdezni a menyüket, a vejüket, vagy a boltos ilonkát, hogy kire kell szavazni, és arra fognak szavazni. Szóval voltak éppen úgy nagyjából megérdemlik a sorsukat. Tiltakozás az egyszer volt, vagy 8 éve, akkor volt egy ózdom, volt egy felvonulás. Most viszont, hát ugye ez föl sem merül, hát a állásukat nem kosztál. Ezek többnyire MSZMP-s káderek, akik nem véletlenül, hogy 89-ben alakult meg majdnem minden nagy nyugdíjas szervezet, amikor az MSZMP feloszlott, és a kádereket el kell helyezni valahol. A életet az éveknek, az is egy nyugdíjas szervezet, annak a
elnöknével beszélgettek, és aztán azzal kezdte, hogy politikáról semmit. No, ez biztos MSZNP tag volt. Ez nem vitás. Megnéztem otthon a nevét, Orsós Éva, és államtitkár volt. Hát aztán külön szépség, hogy mikor egyszer találkoztam vele, és akkor odaadom a névjegyemet, és ő kinyitja a ridikülyet, ő is ad, becsukja. És akkor kiderült, hogy azért, mert nem a rendes nevét használja, hanem Borsódi Éva. Hogy egy, miért ezt még kell szégyelni, azt ő jobban tudja. És most is ott van, szerepelget, és csinálja maga jelentéktelen munkásságát. De hát a nyugdíjas tömegekre is ez jellemző. Ózdon voltam, és hát összejöttek, egy ilyen szállóban laktam, akkor egy hetetlen voltam, és hát kértem, hogy jöjjenek oda beszélgetni, volt egy ilyen kis tárgyaló, ott ültünk le. Baromi érdekes volt, hogy amikor jöttek a vendégek, akkor körülnéztek, hogy hol a lehallgató készülék. Mondom, aztán, hogy eljöttek, már megbuktak. Mondom, semmi szél, félelem a továbbiakban. És akkor beszélgetünk, és azt kérdezem, hogy miért nem tiltakoznak? Miért, mit tudom, olyan formában, hogy olvasó leveleket írnak, gyűléseket, arról nem is beszél, hogy ki lehet menni az utcára, van hely. Hát tudja, azt mondja, hogy főmérnök volt, baloldali ember, hogy tudja, úgy van, hogy mi nem számítunk, és nem is magunk sorsát féltjük, hanem az unokákat. Mondom, nem járnak jól. Tudnék, azzal, hogy elfogadják a Fidesznek ezt az abszolút fölényét, azzal a Fidesz önbizalmát megerősítik. És egyre inkább, egyre vadabb lépéseket fognak hozni. Az unokájuknak már nem is lesz választásuk. És ugye különben is egy nemzedék, már a mi enyém, mondjuk maguk fiatalabbak, szóval azok, az nem oldhatja meg egy másik nemzedék sorsát. Minden nemzedéknek meg kell vívni a maga harcát, le kell számolni a saját illúzióikkal, és hát majd megteszik. Nekem is van egy csomó unokám, de hát eszembe nem jut, hogy azoknak a sorsa foglalkoztasson, vagy hát persze azt mondta, hogy pénzt kérnek. De hát ők majd megteremtik a maguk világát, hogy vagy itt, vagy külföldön. Most hát a Fidesznek a másik trükkje, amit több helyen is bevetett, először Pécsen az uránbányászoknál találkoztam ezzel az ügyel. Beszéket, Farkaslyuk, az Óz első kerülete volt, egy bányaváros, nem, bányatelepülés. És aztán beszélgetek ott a polgármesterrel, és hát valami irtózatos nyomorot is, hát, hogy mondjam, a munkanélküliség az a 40%-os. Akkor ez különösen a cigányokra vonatkozik, akik ugye megszűnt azok a munkahelyek, ahol a tanulatlan emberek ugye állást találtak, nincs bánya többé, nincsen kiépítkezések, ahol vasbetonszerelők vagy mások lehetek volna, és hát bizony ugye nemzedékek halmozódnak fel nagy nyomorba. Egy történetet eszembe itt azt elmondom, egy cigányember és egy mérnök ugyanazon tervek alapján építkezett egymás mellett. Föl is építették, akkor megtartották az avatót, és azt mondja a cigányember a mérnöknek, hogy az én házam sokkal többet ér, mint a magáé. Hát hogyha ugyanazon a terv alapján, de én mellettem rakik cigány. Aranyos rakcó. Na mostan... hát van az a mondom egyharmados vagy feles munkanélküliségi arány, és hát ezen olyan dolgokat próbálnak enyhíteni, hogy minden nap főznek 500
adag ingyen ebédet. Na de hát nem lehet ám hozni ilyen nagy befőttes üveget az ételnek, hanem csak ilyen ételtartó vackot, amiben két adag fér el, mert képesek vonalnak három adagot elvinni, hát ami a ország gazdasági romlását elősegíteni. Na mostan, hát mi az, ami még próbálnak? Mondja nekem a polgármester, a farkasjuki polgármester, hogy megvan a kiút, újra nyitják a bányát. Hát egy egész magas kalóriájú, viszonylag tiszta barna szén van, amit nem is szabad elégetni. Németországban ugyanez van, ott vegyi alapanyag. Hát nálunk elégetik, az is volna valami. De hát ugye ezt betömedékelték, elöntötte a víz, minden hasonló a bányát, és akkor, de mondja a polgármester, hogy most újra nyitják. Na most én nagyon régen vagyok bányászok között, dolgoztam lent a föld alatt is, és tudom azt, hogy egy bányát, amit bezártak, letömedékeltek, azt nem lehet újra megnyitni. Ha meg lehet, csak nem éri meg. Hanem helyette, ugye, ha hozzá akarnak jutni a vagyonhoz, a szénvagyonhoz, vagy Pécsen az urán vagyonhoz, távolabb kell egy tárót nyitni, ami bizony hát 8-10 milliárd forint. Na mostan ezt a pénzt senkitől nem fogják megkapni. Érdekes különben, hogy jutott eszükbe a újra feltárásnak a gondolata, azon kívül, hogy a Fidesz minden választás előtt bedobja itt is, meg Pécsen is, meg tudom hány helyen az országnak. Az volt, hogy lopják Ozzon a fát, de úgy, hogy tönkre vágják a tolvajok, és úgy tudták, úgy akarták megvédeni, hogy ástak egy körbe egy ilyen árkot, hogy ne tudjanak bemenni kocsival. És hogy ástak az árkot, kiderült, hogy szén van 3 méter mélyen. Amit rögtön be is rendezkedtek magánbányának, de hát hogyha ilyen kedvező a felszínre hozásának a körülmény, akkor így maradt. Hát aztán jött még, ami megint borzasztó nyomor, a Nyíregyháza és a Tirpák vidékek, ahol elsősorban engem a TSZ-ek megszűnte utáni állapot érdekelt. Teljesen biztos, hogy a TSZ-ek voltak a falvak fenntartói. Nem csak munkát adtak, nem csak lakást, hát volt az a B útlevél, B menetlevél, hogyha valaki építkezett, akkor kapott egy ilyet, és 1 forintot kellett fizetni a teherautó által megtett minden kilométerét. És hát voltak kalákák, összefogtak, most nincs. Szóval sehol az országban komolyabb építkezések nincsenek, én legalábbis nem láttam, pedig pár helyen voltam, és ott a kultúrát támogatta, mozit építettek, úszodát építettek, iskoláztatták a gyerekeket, óvodát építettek, semmi. Egész utat építettek, nincs. A Nyíregyházán egyetlen egy komoly út van, ami Tokajtól megy Nyíregyházára, mert a Lego gyár ott van Nyíregyházán, és a bejáró munkások használják, egyben mutogatni is lehet, hogy azért lámlám vannak itt jó utak is, és az összes többi az van, istentelen állapotban van, nem javítják meg, hanem túl sok a kátyú, ott kitesznek egy sebességkorlátozó táblát. Azt meg van oldva. 30-50, vagy mit tudom, ilyen sebességre lett beállítva. Akkor, hát ami megint felfoghatatlan, és a nyakukra fog nőni a Fidesznek, az a cigány kérdés. Szóval ez nincs megoldva, és én nem is látok módot. Egyrészt van ahhoz, hogy a magyar népesség ezen a szinten maradjon, az 2,1 termékenységi mutató kéne, és ehhez van 1,4. A cigányságnál pedig 5-6. Ami nem az a sok, a magyaroké a kevés.
Na de hát ezen nem nagyon változtatnak, ez a közép nemzedék, ez nem vállal két gyereket. Ennyi is kész. Azt is örülnek, ha fel tudják nevelni. Na mostan a gyűlölet az terjeng. Ha egy cigány vesz egy házat, abból az az utca kiürül. Akkor hát a gyűlölet azt mondják valahol, mit tudom én, hol volt, Győr Ivánba, hogy tudja Moldova úr, hogy kiszüli a cigány gyereket? Hát a tolvajt kiszüli a cigány, a tolvajt azt mondom, hát a alkalom, nem a cigány asszonyok. És mindenben egy ellenséges, leépült társadalmi kapcsolat mutatkozik meg, amit hát én nem tudom, hogy lehet visszafordítani. Amellett hát ugye még amiről szót kell ejteni, az a korrupció. Talán Tisza Burán volt ott. Ez már azt hiszem nem is Szabolcs megye, hanem Szolnok. Ott volt egy polgármester, aki készült a választásra, újra választásra, és hát ugye nem voltak túl jó esélyei, mert túl sokat lopott. Hát viszont szeretett volna újra polgármester lenni. Hát mit csinált? Megkereste a cigány maffiát, a uzsorásokat, és azt mondta, hogy szervezzék meg azt, hogy ő jöjjön be. Hát be is jött, a cigány uzsorások megkeresték az ügyfeleiket, és azt mondták, elengednek egy havi részletet, hogyha polgármesterre szavaznak. Hát kérdeztem, ezt hogy lehetett megoldani? Hát úgy, hogy bement az első, megkapta a lapot, nem dobta be, kihozta. A második, annak beigszelték a polgármestert, az visszavitte, kihozta a sajátját, átadta a harmadiknak. És így néhány száz szavazatot sikert összeszedniük, ami ugye elég is volt. Akkor mi is volt még ilyen? Egy polgármester felesége kapta meg a közétkeztetés intézését, és azt hiszem a havi 1 forintos fizetett érte, és ugyanakkor 800 adag ételt hordott szét, és nem kellett elszámolni vele. Szociális, ugye, munka, szociális segítség, és valahol az egész ország így rohadt. Hát akkor még ami eszembe jut, ez már benne van ebben a kötetben, Kalocsa. Kalocsa, én azt hittem, hogy egy ilyen klerikális papi város, érsek ugye van Kalocsán, és hát egy abszolút Fidesz, KDNP-s ura, most nem. Egy baloldali testület vezeti Kalocsát, van benne MSZP-s, jobbikos, ellenzéki testület. Na most, hát a teljes szétesés. Kalocsát azt tartotta meg, és emelte a városi rangját, hogy 3 nagy katonai szervezet volt ott, 2 magyar laktanya és a szovjet repülőtér. Na mostan ez megszűnt. Hát azt hiszem, ha jól tudom, összesen 3 katonai helyőrség van Magyarországon, Szombathelyen, Debrecenben és Hódmezővásárhelyen. Na mostan ezek megszűntek, a kaszárnya többi ugye nem volt szükség rá, és az egyik kaszárnyából csináltak egy elfekvő raktárt. Nem nagyon hívtak be, hogy nézzem meg, de hát el tudtam intézni, hogy bejussak és körülnézek, és embertelen dolgok vannak. Van például 18 000 tévékészülék. Összegyűjtötték a ország kaszárnyáiból, kultúrházaiból, már honvédség kultúrházaiból, az összeset is itt rakták le.
olyanok vannak, hogy mit tudom én, 50 ezer pár kesztyű. Azok is kivonták a hadrendből, hogy így mondjam. Ezek olyan igazi IHA kesztyűk béreltek, és ahelyett bevezették annak a szerencsétlen néhánynak, aki megmaradt katonának, azt, hogy bőrkesztyű pamutbéréssel, ami arra jó, hogy, hogy éjszaka őrségbe lefagyjon a keze. Hát a pusztulás, ja még ami érdekes, hogy volt olyanok rohadnak ott, mint egy átkelő hajó. Hát Kalucsa ott van a Duna mellett, mint tudjuk, és hát a teherautók is ott hevernek eladatlanul, csáki szalmájaként. Volt olyan teherautó, ami alá beesett egy akácmag, vagy mit tudom én mi, és a motorházon keresztül fölnyomta a motorház tetőt, és ott kijött egy hatalmas fa. Egy nevezetesség, növénytani nevezetesség. Na mostan, hát aztán túl azon, hogy minden üzem eltűnt, de hát Kalocsa, ugye mi jut eszünkbe róla, paprika? Az nincs. Az nincs. Tudnélik, régen ilyen nadraxi parcellákon művelték a paprikát, de hát azt kapálni kellett, ahhoz nem volt már kedvük, és hát a képesíteni meg nem lehet, mert egy-egy parcella keskenyebb, mint a kombájnoknak a vágóasztala. Be se tud menni. Hát miért van mégis kalocsai paprika? Mert átjárnak a Bánátba, Szerbiába, és ott megveszik a piacon 1300 forintnak megfelelő kunáért, és eladják 5000 érét. Szóval ilyen, az a benyomásom, hogy ilyen csáki szalmája az egész ország úgy lassan, és őszintén szóval nem látom azt a erőt, ami ezt hamarosan megváltoztathatna, és az nagyon csúnya dolog lesz. Mikor ez összeomlik, és elszabadul a harag, mert az gyűlik rendesen, annak nagyon csúnya vége lesz. Hát mit csináljak, ugye valamikor fiatalabb koromban nagyon haragudtam az apámra. Mert meg voltam győződve, hogy az ő hibája az, hogy egy ilyen vacak világot örököltem. Na most, ha elém állnak az unokáim, és azt mondják, hogy papa mit csinálta, hogy ilyen világot kaptunk, mit mondjak nekik? Nem tudok, tiám, így van. Hát most, ahogy lezárjam, hát a második kötet itt van, a harmadik kötet az olyan 200 oldalas lesz az is, ezek is annyiak, és olyan 170-180 oldalt megírtam belőle, ez kijön november közepén, és aztán hát nem tudom, hát, hogy mit csinálok, a sok kedvem nincs hozzá, ahogy folytassam. Lassan elég. Csak hát az nem úgy van, hogy én kijelentem, hogy az én koromban már illik abba hagyni. Nem lehet, nincs aki felmentést adhatna, tehát ezután is neki kell vágnom megint egy témának, hogy mi lesz, azt most fogalmam sincs. Aztán jutok, ameddig jutok. Köszönjük a látleletet, mert amit dolgozol, a munkáid, a riportkönyv, ez a magyar társadalom látlelete, és ugye, erre szoktál mondani, hogy már csak az utolsó kenetet kellene feladni, hogy való fogalmazta vége az országnak, ahol közel 3 millió nyugdíjassal így bánnak, az sok mindennek lehet nevezni, de nem országnak.
Amit eddig mondtál erről, ugye az embernek az, te jutsz az eszünkbe, az a bizonyos repülőgép és a parasztnak az esete. Ezt gondolt 90-ben, ezt gondoltuk. Privatizáció, mezőgazdaság szétverése, gyárak bezárása. A nyomor, gondoltuk. A gyerekéhezés logikailag, mi sajnos ezt előre mind gondoltuk, de hogy mindez pont a mi nyakunkba fog folyni, mint annak a bizonyos parasztnak a repülőgépen, amikor fejre állt. Ugye hát az ember lehet, hogy gondolta, de nem szerette volna. És még belekapaszkodok, amit mondtál, hogy gyűlik a harag. Igen, mi is itt valamennyien ezt tapasztaljuk, és talán azért is nagyon fontos, hogy folytasd. Buzdítunk rá, mert mindaz, amit leírsz, amit bemutatsz, amivel szembesíted a magyar társadalmat, az segít abban, hogy szervezzük ezt a haragot. Mert egészen más, amikor kirobban valami és lincs van, és más az, amikor ezt a haragot szervezni lehet. Szervezetten kell haragudni erre a... Ez már nem is kormány, én nem tudom, ez maffia. Mert azt, amit az unokáinkkal, vagy a gyerekeinkkel, az anyáinkkal, apáinkkal tesznek, ez megbocsáthatatlan háborús bűn. Én arra kérlek, Moldva elvtárs, hogy most én nem tudok, és lehet, hogy sokan nem tudunk ötletet adni arra, hogy hogyan kell, milyen témával, és hogy miként folytatni, de azt az elhatározottságot, hogy ezt nem lehet abba hagyni. Ahogy mondtad nekem egyszer, hogy a pályán kell meghalni. Mi itt mind valamennyien a pályán fogunk meghalni, ha kell a vasas pályán, teljesen mindegy. De ezt nem, ha az erkölcsileg ki akarunk, szembe akarunk nézni saját magunkkal, akkor ezt nem lehet abba hagyni. Úgyhogy kérlek egy nagyon nagy tapsal egészt, erősítsetek meg, hogy ne hagyja abba. És mindig a nép a legbölcsebb, ki tudja, ma fog kipattani valakinek a fejéből a következő nyugdíjas könyv, már idézve téve. Előzetesen beszéltünk, néhány hozzászólás, kérdés, nem hosszú, nem a kormánynak a egyéb hosszú véleményezésre vagyunk szükség, egy-két szóval is lehet. Tehát néhány kérdéssel szeretnénk a közönség soraiból lehetőséget adni. Tiétek a szó, a kérdés joga. Ha valakinek van ötlete, hogy mi az a társadalmi probléma, ami szerintem nincs súlyosabb a nyugdíjasoknál, de ki tudja, akkor most adjuk meg a muníciót, az ötletet Moldva elvtársnak. Tudom, igen. Nagyváradi Szűcs Mihály elvtársunk következik, utána a következő. A mikrofonhoz gyere, légy szíves, mert fölvesszük. Nincs az a szókincs, amivel az ön munkásságát méltóképpen meg tudjuk köszönni mindannyian. Hogyan tovább? Nekem mégiscsak lenne egy ötletem. Én a fókusz alá venném az egyházak tevékenységét, ami a gyűlöletkampányt, és ami a egyes bíborosoknak a hozzáállását illeti, mert van olyan is, hogy hát hogyan fogadhatnék be egy szerencsétlent, akiről leszakadt már a szandál és a sárba taposva menekítette a gyermekét, és befogadta. És volt olyan is, aki azt mondta, hogy hát akkor mi bűnbe esünk, hogyha ugyanígy cselekszünk. Az egyháznak a szerepét a gyűlöletkampányba, az egyháznak a szerepét az elesettek
pátyolgatásába. Szerintem ez egy nagy munka. Sok sikert hozzá, és jó egészséget, mert ennek feltétele. Ez egy a Csepel könyvben, a harmadik kötetben, ottan ezzel foglalkozom. Tudnélik, az állami támogatás, ami nyilván a szándékot fejezi ki, az szinte egyoldalú. A katolikus egyház minden alkalommal, most az eukarisztikus kongresszus, vagy az, hogy húsvét van, vagy április 19, szóval minden alkalommal pénzt kap. Most az utolsó alkalommal 150 milliárdot. Ugyanakkor még a reformátusok még úgy, ahogy el vannak látva, ők a reformáció évfordulójára, azt hiszem 200 éves évfordulójára kaptak pénzt. Az összes többi vallás, mondjuk például Csepeden, nem létezik. Beszélgettem az evangélikus pappal Csepelen, és kérdeztem, hogy mennyi a fizetés. Nincs. Van ugye a persejpénz, és van a híveknek a felajánlása. Államtól egy büdös ganyilót nem kap. És mondom, mennyi jön össze? Hát azt mondja, havi van 120 ezer. Egyetlen egy plusza van, hogy van egy szolgálati lakása. Szóval az, amit az egyház nem mutat, a történelem során nem egyszer és nem kétszer bizonyult könnyűnek, illetve szívtelennek, és azt hiszem, hogy ez az időszak megint. Szóval olyat, hogy a két ünnep között osztanak 500 adag ételt valahol, Csepelen például, az nem volt meg semmit. A pártoknak a karitatív tevékenysége is nagyon gyér. Nem messze a Szent Imre tértől van egy kis ház, ahol ki van írva, hogy ingyen étel, minden hónap második vasárnapján. Hát ha valaki jól bírja a kompralást, akkor ebből talán meg is él. Szóval nincs ok bármit várni az egyháztól, illetve hát ha van, aki vár, az a vatikáni valutával fizetik. Köszönjük. Még kettő kérdés a előre tervezett program tartása miatt is lehetséges. Igen, egy, és ki lesz az utolsó? Ott. Akkor négy kérdés lesz, és Miska lesz a legutolsó. Parancsolj. Ungár Istvánné vagyok. Én az MSZP nyugdíjas tagozatának egyik vezetője vagyok, a budapestieknek az elnöke, ugyanakkor az országosban az alelnöki feladatot kaptam legutóbb. Sajtónk, ugye kormánysajtónk következtében azt hiszem nem nagyon hallottatok arról, hogy a tavasszal lezajlott egy nyugdíjas parlament sorozat. A megyékben rendezett, tulajdonképpen az MSZP adott ennek területet, de megpróbáltuk összehívni a nagy nyugdíjas szervezeteket, illetve a nyugdíjas szervezeteket. Ezzel sajnos egy kicsit volt harc is, hogy most az MSZP rendezvény vagy nem az. Budapesten minden esetre nyugdíjas rendezvény hangsúllyal rendeztük meg. És hát itt nagyon sok minden került felszínre. Az a bizonyos társadalmi kép, társadalmi rajz, az bizony hasonlót mutatott. És aztán volt egy országos parlament is, május 17-én, ahol ennek az összegezése, a megválasztott küldöttek mind ott voltak, a felsőházi teremben volt ez. Akkor ott megjelent Botka László, ott volt Molnár Gyula, és az Európai Parlamentből az én keresztül, ugye interneten keresztül Újhelyi István is hozzászólt. Hát itt összehoztuk a gondjainkat, de azért megpróbáltunk olyan dolgot is csinálni, hogy na most hogy legyen tovább. A nagy nyugdíjas szervezetek, ugye itt elhangzott az, hogy hát a
Jankovics Györgyi vezette 8 a Nyugdíjasok Országos Szövetsége, ami sok-sok klubot fog össze az egész országban, hogy hát ők egy nagy nyugdíjas szervezet, és hogy most már nem támogatják, nem állnak egyik párt mögé sem. Egyébként éppen egy hét múlva lesz nekik a Csillebérci randevú, és a Csillebérci randevún az első nap, augusztus 31-e, az ilyen érdekvédelmi lesz, ahol bemutatkoznak a különböző pártok, hogy na most mi az elképzelésük. Éppen azt mondta nekünk, nekem a budapesti partnerem, a Nyubusz elnöke, hogy hát bizony mindössze 4 pártnak van nyugdíjas programja, ugye, de 9 párt fog bemutatkozni. Ez is mutatja, hogy mi a helyzet. Ja, hát sajnos így van. Na most, hát nem könnyű a helyzet. Azért mi megpróbáltuk ezen a találkozáson azért megmutatni azt, hogy mit kellene, hogy nem kenyelem kenyéren élünk, mert bizony a nyugdíjasok megtették a magukét, befizették a járulékokat, és bizony van nekik, ugye, joguk van, ez szerzett jog, ez egy nagyon fontos dolog. Az, hogy bizonyos értelemben az MSZP-nek az egyik fontos dologja, hogy rugalmas nyugdíjba vonulás legyen, hogy olyan legyen a nyugdíjas, hogy aki belefáradt, akkor az mehessen, és ne az legyen, hogy korbetöltött 65 év előtt senki, 65 év felett viszont aki dolgozni akar, az nem. Tehát vannak terveink, és olyat kell adni, mondani a nyugdíjasoknak, amit bizony el tudnak fogadni, de nem nyakló nélkül ígérni, hanem az, ami lehetséges. Én nem kérdeztem, csak tájékoztam. Értem. Kampánybeszédet ezt tartani. Igen. Remélem sikerrel. Na mostan az MSZ-n nem véletlenül egyik helyre se hívtak meg, amit a hölgy megemlített, nem is mentem volna különben. Ami furcsa, az MSZP összes ellenmondása benne van ebbe a nyugdíjasokkal való kapcsolatban. Az a párt, amelyik a Kádár János emlékét megtagadta, mit akar? Mire számít? Kire számít? Ebben a népben ma is ezer... És megtagadták csúnyán. És nem egyszer, nem kétszer megtagadta, még amíg oda tartozott Gyurcsány, megtagadta Molnár Gyula, talán aki itt volt tavaly, emlékszik rá, valami olyasit mondott, hogy a görögöknek könnyebb volt a új országot felépíteni, mert nem előzte meg a változást egy 40 éves diktatúra. Csak kérdeztem, hogy a Kádár rendszerre tetszik gondolni? Nem tudom, mire gondolt. Mostan hát semmi. Én meg az MSZP épp úgy, ahogy a többi párt, semmi más nem akar, mint hogy minél több képviselőhelyet, minél több polgármesteri állást kibulizon, és a saját elitjét ellássa. Szóval nekem nincs hozzájuk közöm, nekik sincs hozzám, szóval kölcsönös a kapcsolat, de hát ne hozzuk elő, mondom, ezért is nem tartom túl jónak, hogy ezt a beszélt előtt egyszer adni. Tessék, parancsolj tovább. És utána Miska, és akkor mikrofonban. Köszönöm szépen, nagyon röviden egy kis kiegészítés Kalocsával kapcsolatban. El kellett volna menni a temetőbe, a temetőnek a szintje 2 méterre magasabb, és be lehet látni a Miskei úti laktanyába, és nem csak azokat lehet látni a készülékeket, hanem rengeteg tank, ágyú, gépkocsi, egyéb felszerel is van, több tízezer, vagy több ezer, nem, ezer darab. Csak ez. Na, egy kis ebéd előtti humor, Moldova úr. Azt kellene leírni, persze nagyon nehéz, én ezt tisztában vagyok vele, nagyon nehéz, össze kellene gyűjteni, hogy mit mondanak az emberek, amikor a gépi hangon felhívják telefonon, és elnézést kérnek a sértegetésé. Na most, hát én gondolom, hogyha engem felhívnának, hát én is olyat mondanék, ami nyomdafestéket nem tűr, de ha ezeket össze tudnánk gyűjteni, biztos jót röhögnénk rajta. Viszont tényleg...
tényleg kívánok önnek egészséget azért is, mert ugye 75 év után, 75 éves kortól elengedték a nyugdíjasok kezét. Most már nem jár se gyógyszertámogatás, semmi. Tehát nekünk igazából végig kellene gondolni a nyugdíjasoknak, hogy hogyan szavazunk majd jövőre. Én azt hiszem, és erre figyeljen mindenki, hogy jövőre hogyan szavazok, mert mindent előtt. Köszönöm szépen. Tényleg, azt hiszem, rövid volt. Horváth Mihály vagyok, Esztergom és Dorog környezetéből. Kedves barátaink, kedves eltársaink, egy Kossuth-díjas író tartott nekünk ma egy előadást. De nagyon sokan, nagyon-nagyon sokan nem tudjátok, vagy nem tudjuk, ha bár magamra ezt nem vehetem, nem tudjátok azt, hogy Moldova elvtárs nem csak Kossuth-díjjal rendelkezik, hanem rendelkezik egy olyan kitüntetéssel, aki nagyon kevés kapott meg Magyarországon. Ezt a kitüntetést úgy hívják, hogy Kádár János emlékérdemérem. Ezt, ha jól tudom, Kuba volt elnöke is megkapta, és már szerintem külföldiek közül más nem. Castro elvtársunknak az öccse is megkapta, és a legnagyobb kitüntetés számunkra a Kádár János baráti kör tagjainak az, amikor tudomásunkra hozták, hogy Moldova György is megkapja ezt a nagy kitüntetést. Ehhez társult a Kádár János baráti kör minden tagja, valamint támogatta a Munkáspárt 2006 is. És nagyon sok egészséget a Moldova elvtársnak. Köszönöm szépen, hogy megjelentél körünkben. Számunkra pedig az a legnagyobb kitüntetés, hogy megtisztelt minket Moldova György, és remélhetőleg jövőre hasonló körülmények között, vagy még gazdagabban, újabb kötetekkel ismét vendégül láthatunk. Jó. Köszönöm szépen, nekem csak ennyi maradt.